Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, áldjon meg minket az Úr. Folytatjuk tovább Jézus búcsú beszédeinek tanulmányozását. Ma a János Evangélium a 14. fejezetéből a 12. versétől olvasom az igét. Bizony, bizony mondom néktek, aki hiszén bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyámhoz megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy megdicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő is világ nem lát engem többé, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én pedig az atyámban vagytok, és ti pedig én bennem. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt is szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Jézus itt egy másik pártfogóról beszél, egy másik vígasztalóról. Egy másik helyen azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek most, mert ha én nem megyek el, akkor nem jön el a pártfogó a világba miért is mondja Jézus ezeket a szavakat azoknak a tanítványoknak, akik kétségbe vannak beesve azért, hogy elveszítik Jézust, és hogy megszakad az a kapcsolat, amely olyan fontos volt számukra, hiszen Jézus nagyon szerették, és Jézus is nagyon szerette őket. De Jézus elmondja, hogy ha ő el nem megy a világból, akkor nem fog megtörténni a megváltás. Ha nem hal meg a kereszten, akkor a kereszténység csupán egy rövid életű szekta maradt volna. Annak a generációnak lett volna csak hite, akik éppen ott Jézus mellett voltak. Ha Jézus nem hal meg a kereszten, akkor ma sem léteznének templomok, nem létezne gyülekezet, nem, nem létezne a, a keresztény hit, és mi is hitetlenek lennénk, és reménytelenségben élnénk. És anélkül élnénk, hogy lenne lehetőségünk arra, hogy a mennybe kerüljünk fontos volt és szükséges volt Jézusnak meghalni. Ugyanakkor Jézus gondoskodott arról, hogy az ő munkája folytatódjon a világban. Egyrészt itt hagyta tanítványait, itt hagyta az egyházat, itt hagyott bennünket, az ő követőit, hogy mi képviseljük őt a világban, az emberek között, és tegyünk bizonyságot arról, hogy kicsoda volt Jézus, hogy miért halt meg a kereszten, hogy mennyire szeretett minket, és hogy milyen csodálatos terve van neki az emberiséggel, a te életeddel is. Ugyanakkor Jézus nem csak az egyházat hagyta itt, és nem csak a hívőket, hanem megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket. Maga az Isteni harmadik személy jött el pünköstkor a világba. Jézus ezt is megígéri a tanítványoknak, hogy majd elküldi a pártfogót, a vigasztalót, azt, aki közben jár majd Istennél és a Jézus Krisztusnál azokért a hívekért, akiket képvisel majd, aki majd ellenáll a, a sátán vádlásainak és bizonyságot ad a hívő embereknek a szívébe, aki erővel fogja feltölteni a hívő embereket és alkalmassá tenni arra, hogy őt képviseljük ebben a világban, az a Szentlélek itt van közöttünk. Vajon te is találkoztál-e már vele? Te is megtapasztaltad-e az ő erejét az életedbe? Befogadtad-e őt a szívedbe? Szükségünk van nem csak Jézus Krisztusra, hanem szükségünk van a Szent Lélek Istenre is. És azt mondja Jézus, hogy azokat a dolgokat, amelyeket én teszem, azt ő is megteszi, sőt, nagyobb dolgokat fog tenni nála. Valóban Jézus Krisztus nagy dolgokat tett a világba. Az ő tanítása az ő szavai, annak ereje volt, az ő cselekedetei, az ő csodái, azok csodálatosak voltak. Mégis azt mondja, hogy a Szentlélek még ennél nagyobb csodákat is tesz. És valóban látjuk a történelmet, hogy a Szentlélek Isten milyen hatalmas munkát végez ma is a világban, hogy emberek élete változik meg, emberek szabadulnak meg bűnökből, megkötözöttségekből, ördögi rabságból engedjük, hogy a Szentlélek bennünket is betöltsön. És akkor megtapasztaljuk, hogy Jézus nem hagyott minket egyedül, nem hagyott minket árván, itt van közöttünk, megtapasztalható az ő jelenléte, és hogy azokat a csodákat, amiket régen véghez vitt azoknak a tanítványoknak a szemeláttára, azt mi is megtapasztalhatjuk a mi életünk során. Amen.